Kedves gyerekek, a mesém főszereplője Szélike király kisasszony. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, még az üveghegyen is túl, hol a kis kurtafarkú malactúr, volt egy király, és annak egy fia, János volt a neve. Azt mondja egyszer a király a fiának, aki serdülő legényecske volt, eredj, fiam, láss országot, világot, hadd pallérozódjál, úgy lesz belőled derékember. Kétszer sem mondotta ezt a király János királyfinak. Tarisznyát vetett a nyakába, botot a kezébe, elbúcsúzott apjától, anyjától, s ment hetet-hét ország ellen. Amint ment, mendegélt, találkozik az úton egy rettentő hosszú, vékony emberrel. Köszönti a királyfi, a hosszú ember megfogadja. Aztán nézte János királyfi a hosszú embert, szeme szája tátva maradt a nagy, erős csodálkozástól, mert ő még ilyen hosszú embert nem látott. Kérdezte, ki vagy te, mi vagy te, mi a mesterséged? Felelt a hosszú, vékony ember, az én nevem Villámgyors, olyan sebesen tudok futni, mint a villámlás, még annál is sebesebben. No, azt szeretném látni, mondta a királyfi. Még jóformán ki sem mondta, előugrik a bokrok közül egy szarvas. Utc után a Villámgyors, egyet szökik, kettőt ugrik, és utoléri a szarvast. Mondja a királyfi, már most csak ugyan elismerem, hogy olyan sebesen tudsz futni, mint a villámlás. Gyere velem, legyünk kenyeres pajtások. Mennek mind a ketten tovább. Amint mennek, mendegélnek, látják, hogy egy rettentő szélesvállú ember alája feküdt egy nagy hegynek, s azt emelgeti. Oda mennek, köszönti a királyfi, s kérdi a szélesvállú embert. Hát te ki vagy, s mi vagy? Feleli a szélesvállú ember. Én vagyok hegyhordó. Nincs az a nagy hegy, hogy a vállamon el ne vigyem. Mindjárt fel is kapta azt a hegyet, s vitte a vállán, mintha csak egy zsák búza lett volna. Ennyi, atyafi, mondja a királyfi, nem csapnál fel közén kenyeres pajtásnak. Jó szívvel, mondott a hegyhordó. Azzal kezet csaptak, s mennek tovább hárman. Mentek, mendegéltek, s beértek egy rengeteg erdőbe. Hát ott egy rengeteg széles mellű ember csak ráfúj a fákra, rettentő szél kerekedik, a fák szörnyű nagy recsegéssel, ropogással döndülnek a földre. Megállanak a kenyeres pajtások, szemük, szájuk tátva marad a nagy csodálkodástól, még ilyet nem láttak világ életükbe, kérdi a királyfi. Hát te ki vagy? Mi a mesterséged? Mondja a széles mellű ember, én fúvó vagyok, és egy fúvintásomra a legnagyobb ház is összedől, és a legnagyobb fákat is pozdorjává töröm. Ennyi, mondja a királyfi, éppen nekünk való ember vagy, állj közén kenyeres pajtásnak. Mindjárt kezet csaptak, nagy barátságot fogadtak, s mennek tovább. Most már voltak négyen. Mennek, mendegélnek, s találkoznak az úton egy nyilas emberrel. Köszönti a királyfi, s kérdi tőle. Hát te ki vagy, mi vagy? Mi a mesterséged? Mondja a nyilas ember, én jól találó vagyok. A borsó szemet úgy ellövöm akárkinek a tenyeréből, hogy a tenyerének semmi baja nem lesz. Próbáljuk meg, mondta a királyfi. Volt a nyilas embernél egy szem borsó, azt a királyfi a tenyerén kitartotta, s a nyilas ember csak ugyan úgy ellőtte, hogy a királyfi tenyerét a nyíl még csak nem is suhintotta. Na, kezet csap a királyfi jól találóval is, és mennek tovább öten. Amint mennek, mendegélnek, találkoznak egy kicsi zömök emberrel, köszönti a királyfi, s kérdi, hova, merre, földi, és ki vagy? Mi a mesterséged? Feleli a kicsi zömök ember, az én nevem Péter, s ha a fejemet a földre teszem,
Mindent tudok, amit az emberek gondolnak és cselekszenek, akármilyen messze vagyok tőlük. Megörvend a királyfi Péternek, erősen megbarátkoznak, s ment Péter is velük. Most már voltak hatan, mind kenyeres pajtások. Mentek, mendegéltek hetet hét ország ellen, s addig mentek, mendegéltek, amíg éppen Tündérországba nem értek. Volt Tündérország királyának egy gyönyörűséges szép leánya, akinél szebbet a világ nem látott, s aki olyan sebesen tudott szaladni, mint a szél. Nem is volt más a neve, Szélikel király kisasszony. Egyszer kihirdetteti a király az országában, még azon is túl, hogy annak adja a leányát, aki a futásban elhagyja, de úgy próbáljon szerencsét akárki, hogy ha a leányát el nem tudja hagyni, karóba kerül a feje. Hiszen próbáltak szerencsét királyfi, hercegek, grófok, bárók, s válogatott cigány legények, de karóba is került a feje mindegyiknek. Hallják ezt a kenyeres pajtások, fölmennek mind a királyhoz, s ott előre taszigálják villámgyorsat, hogy hát ez a pajtásuk szerencsét próbálna. Jól van, mondja a király, csak próbálj, 99 legénynek karóba a feje, a tiéd lesz a századik. Tenger nép gyűlt a király udvarába, hadd lássák, melyik tud jobban futni, Szélike, vagy az a hosszú langaléta ember. Megfutamodik Szélike, aztán villámgyors, egyet ugrik, kettőt szökik, s úgy elhagyja Szélikét, hogy az erős szégyenében keservesen sírni kezd. Azt mondja a király villámgyorsnak, hiszen sebesebben futottál, az igaz, de bizonyosan valami baja van a leányomnak. Tegyünk holnap még egy próbát. Futnak másodszor is, de villámgyors most is úgy elhagyta Szélikét, hogy Szélike még a nyomába se ért. Hely, Istenem, szégyelte is magát a király kisasszony erősen, sírva szaladt a palotába. No, fiam, mondja a király villámgyorsnak, látom, hogy most is jobban futottál, mint a leányom, de tegyünk holnap még egy próbát. Fussatok harmadszor is. Ez alatt Szélike király kisasszony egyet gondolt, s villámgyorsnak egy gyönyörű szép gyémántgyűrűt küldött ajándékba. Örült villámgyors az ajándéknak, mert nem tudta, hogy miféle gyűrű az. Aféle gyűrű volt az, hogy aki az ujjára húzta, mikor menni akart, földbe gyökerezett a lába. No, de a villámgyors nem tudta ezt, bezzeg tudta Péter, mert ő a földhöz nyomta a fejét, s megtudta, hogy mindjárt Szélike esze. Mindjárt szólott jól találónak, hogy mikor villámgyors kiáll futásra, lője le a gyűrű fejét, mert abban van a varázsa. Na, elkövetkezik a harmadik nap. Kiáll Szélikes, villámgyors egymás mellé. Megfutamodik Szélike, futna villámgyors is, de nem tud. Állott egy helyben, mintha oda cövekelték volna. Abban a szempillantásban jól találó megcélozza a gyűrű fejét, ellövi, s hát indul villámgyors, szalad, mint a villámlás, s harmadszor is elhagyja a király kisasszonyt. Sírt a király kisasszony, majd fölvetette a méreg és a bosszúság, hogy az a hosszú, vékony ember így csúfá tegye. Most már akár akar, akár nem, hozzá kell menni feleségül. Pedig úgy láttam, mint ma, a király kisasszonynak János királyfin akadt meg a szeme. Bizony nem bánta volna, ha ez hagyja el a futásban. Bezzeg megörült, mikor a kenyeres pajtások fölmentek a királyhoz, s azt mondott a villámgyors, hogy nem kell neki a király kisasszony, csak annyi aranyat és ezüstöt adjon neki, amennyit hegyhordó elbír vinni. Adok én jó szívvel, mondotta a király, nem annyit, de többet, mint amennyit egy ember elbír. Megtöltetett 6 szekeret arannyal, ezüsttel, színig. Itt van, vigyed, ha elbírod. Fölkapja hegyhordó a 6 szekér aranyat és ezüstöt,
De annyi volt az neki, mint másnak 6 zacskó arany. Hozatott a király még 6 szekér aranyat és ezüstöt. Meg se kottyant hegyhordónak. Na, már ennél több aranya és ezüstje a királynak sem volt. Akkor összeszedték, ami csak drágaság volt a palotában, aranytálakat, tányérukat, késeket, villákat, kanalakat, mindent. Mikor mind felszedte hegyhordó, mondta, na, most már elég. Elmentek a kenyeres pajtások, de alig mentek el, a király erősen megbánta, hogy ezeknek a jött-ment embereknek azt a rengeteg sok kincset odaadta. Gondolkozott, okoskodott, törte a fejét, hogy tudná valamiként visszaszerezni. Egyet gondolt, s utánok szalasztja Szélikét, hadd menjen velük, mintha elrabolták volna. Akkor aztán utánuk küld egy regement katonát, Szélikét meg a tenger kincset is visszahozatja. Hiszen Szélikének sem kellett egyéb. Bezzeg szaladott örömmel utánok. Hip-hop! Egy szempillantásra utolérte őket, s mindjárt János királyfihoz szegődött, mellőle el sem maradhatott. Mennek, mendegélnek. Egyszer Péter lehajtja a fejét a földre, s azt mondja a pajtásainak, no, most aztán mindjárt csúf dolgunk lesz. A király egy regement katonát indított utánunk. Minket elpusztítanak, Szélikét meg a kincset visszaviszik. Húje, mondja fúvó, hát csak jöjjenek! A többit bízátok rám. Jött is a regement. Mikor egy puska lövésnyire voltak, visszafordult fúvó, megfújja magát, kerekedik rettentő nagy forgószél, s elfújta a katonákat lovastól, mindenestől, talán még a világ végén is túl. Most már mehettek békességben, szépen hazaértek János királyfi udvarába, ott a temérdek kincset 5 elosztották egymás között, János királyfinak maradt Szélike király kisasszony. Mindjárt nagy lakodalmat laktak, üstre főztek, teknőre tálaltak, csak lé volt vagy 9 féle. Én is ott voltam ebédre, ettem, ittam, jól mulattam, s aztán szépen elkullogtam. Itt a vége, fuss el véle! Szervusztok gyerekek, várlak legközelebb is benneteket!